Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2017. október 26-án este 7:30. Ősszel is biztonságosan az utakon. Ellenőrizzük gépjárműveinket. Jó hírek a gazdálkodóknak. Már érkeznek a támogatások. Bevált az új étkeztetés a Kalocsai Kórházban. Bajáról érkezik az ebéd. Ősszel megváltoznak az út, illetve látási viszonyok is. A köd, eső, lehullott falevelek által az utak csúszósá válhatnak, a nappalok pedig a tél közelettével egyre rövidülnek. A balesetek elkerülése miatt fontos, hogy felkészüljünk. Erre hívja fel a figyelmet a rendőrség. Az ősz folyamán ködös reggelek, nyírkos utak és korábban érkező sötétség nehezíti a forgalomban résztvevő közlekedését. Legyen szó autósokról, biciklisekről vagy gyalogosokról. A megváltozott feltételek fokozott figyelmet igényelnek mindenkitől. Az elmúlt hétvégén én úgy gondolom már kaptunk egy kis ízelítőt a megváltozott út- és látási viszonyokból. Mint tapasztaltuk, esett az eső, hullottak a levelek. A vizes úton a vizes levelek gyakorlatilag csúszóssá varázsoltak az útnak a felületét. Itt szeretném megjegyezni, hogy korábbi években sajnos volt halálos balesetünk is ebből kimenőleg, hogy a vizes leveleken csúszóssá vált úton nem tudta a járművezetője megtartani a gépkocsiját és fának ütközött. Ezért is fontos, hogy alkalmazkodjunk. Megelőzheti a balesetet, ha esős időben lassabban vezetünk, rossz fényviszonyok közt pedig járjunk el körültekintően, figyelmesen. Tapasztalhattuk azt az elmúlt időszakban, hogy már napközben, illetve reggeli órákban megjelent a köd, tehát a látási viszonyok is korlátozottak lehetnek az elkövetkezendő időszakban. Számítani kell arra is, hogy adott útszakaszon bármelyik pillanatban, mint ahogy említettem, csúszós is volt, de adott esetben egy száraz útszakasz bármelyik pillanatban csúszós útszakasszá válhat, és ott szintén irányíthatatlanná válhat a jármű. Nehezíti a közlekedést az ősz beköszöntöttével az is, hogy ahogyan a télhez közelítünk, a nappalok egyre rövidülnek. Az óra átállítás követően pedig már a délutáni órákban besötétedik. Nagyon gyorsan sötétedik már, tehát rövidebb az az időszak, amíg nappali természetes fényben közlekedhetünk. Fel kell készülni arra is, hogy a járműveinknek a világítása megfelelő legyen. Ablakmosók állapotát, ablaktörlők állapotát át kell nézni. Itt nem csak a gépkocsi vezetőkre gondolok, hanem a kerékpárosokra, gyalogosokra is. Kerékpárosoknál ugye a világítás, illetve az úgynevezett láthatósági mellény, gyalogosoknál is szintén a láthatósági mellénynek a viselésére. Tóth Zoltán kihangsúlyozta, az esetleges közúti ellenőrzések során nem a büntetés kiszabása a cél, hanem a balesetek elkerülése, megelőzése. Szeretném megjegyezni az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy sajnos azt látjuk, hogy a hirtelen megváltozott út- és látási viszonyok kapcsán az első időszakban megnövekszik a balesetek száma, addig, amíg a közlekedők át nem állnak úgymond erre a közlekedési szituációra, addig azt tapasztaljuk, hogy bizony sokkal több a balesetek száma. Szerencsére általában személyisérülés nélkül vagy könnyebb sérülésekkel zárulnak ezek a balesetek, de a korábbi években sajnos volt csúszós úton, illetve vizes, leveles úton már halálos balesetünk. Jó híreket osztott meg velünk Szigeti Tamás, az Agrárközösség Kalocsai Iroda vezetője, aki eredményes munkájuk kapcsán többek közt az idei terület alapú agrártámogatások előlegeinek kifizetéséről is beszámolhatott televíziónknak. Az idei évben nagy sikert arató Kistényi gazdanap után újabb jó híreket kaptunk az Agrárközösség Kalocsai irodavezetőjétől, ugyanis megkezdődött a terület alapú agrártámogatások előlegeinek kifizetése, illetve folyamatosan bírálják el a vidékfejlesztési program pályázatait is. Elsősorban a pályázatok elbírálását illetően a kertészeti pályázatok, illetve az állattartó gazdálkodók figyeljék szorgosabban az ügyfélkapujukat. Konkrétan az állattartó telepek korszerűsítése pályázatnak megkezdődtek az elbírálásai és ennek az értesítései az ügyfélkapukra, illetve az egységes kérelemben a 2017-es területalapú támogatást illetően kezdődtek meg a feldolgozások, illetve az értesítések. Az idei előlegfizetési időszakban a kincstár 27 jogcímen folyósít előleg vagy végkifizetésként támogatásokat a gazdálkodóknak. Október 20-áig több mint 100 000 kérelemre csaknem 70 milliárd forint előleget fizettek ki az ügyfeleknek az uniós és hazai agrártámogatásokból. Konkrétan az előleg igénylésére a gazdálkodóknak 70% az a maximális össze, amit előlegként le tudnak hívni, vagy meg tudnak kapni. Ugye a területalapú támogatás az a 70 ezer forint hektáronkénti összeg, ennek kb. A 70%-át tudják megkapni a bankszámlájukra, ez a közel 50 ezer forintot. A Magyar Államkincstár már az első napon több mint 64 ezer ügyfélnek mintegy 23 milliárd forintot, zöldítés jogcímen pedig 90 ezer ügyfélnek több mint 20 milliárd forint támogatást folyósított.
de nem csak a kifizetésekről kaptunk jó híreket, hanem a szervezet jövő februári programjait illetően is. Lesz egy ötnapos országos rendezvényünk, amelynek egyik állomása Kalocsára fog érkezni. Ez konkrétan egy szakmai fórum, szakmai nap lesz a gazdálkodók számára, ami előadóink is fognak előadást tartani, illetve lesznek vendégelőadók is. Jelentősen javult az étkeztetés a Kalocsai Szentkereszt Kórházban, mind a dolgozók, mind pedig a betegek elégedettek az új rendszerrel, ahol immáron Bajáról érkezik az ebéd. A közel két hónapos tapasztalatok tükrében mind a Kalocsai Szentkereszt Kórház betegei, mind a dolgozói egyetértettek abban, hogy a szeptember 1-jei változásnak köszönhetően az intézményben jelentősen javult az étkeztetés minősége. A pozitív változás oka, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ döntése nyomán nem a Kalocsai Önkormányzat tulajdonában lévő, komoly tartozásokat felhalmozó Kalocsa Menza Kft. Biztosítja a beteg étkeztetést, a szolgáltatást immár a Bajai Szent Rókus Kórház konyhájából történik. A minőségi változás leginkább az bizonyítja, hogy míg korábban csupán 10-15 kórházi dolgozó fizetett elő meleg ebédre, ez a szám már megközelíti a 200-at. A Kalocsai Kórház közleménye szerint az új rendszer felállításához az Állami Egészségügyi Ellátó Központ pályázatot írt ki, amelyet a Bajai Kórházzal közösen nyertek el. Dr. Tóth Gábor, a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgató főorvosa elmondta, a közös pályázat a döntéshozók tetszését is elnyerte, így a Baján gyorsan végrehajtott kapacitás bővítése megteremtették a feltételeit annak, hogy a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával készülő ételek önköltségi áron nelegen tartó ételkonténerekben jussanak Kalocsára. A folyamat része, hogy az így kiszállított ételt a Kalocsai Kórház melegítő konyhájában az egyes betegre szólóan porciózzák. Dr. Móca György főorvos, a Kalocsai Kórház vezetője a változással kapcsolatban kifejtette, az már önmagában előnyt jelent, hogy a Kalocsai Kórház betegeit nem egy profit-orientált cég étkezteti, hiszen a rendelkezésre álló teljes összeget erre a célra fordíthatják. Étkeztetési szolgáltatásnál különösen fontos az állandó minőség, ezért a két intézmény szakemberei, köztük a dietetikusok rendszeresen egyeztetnek. A minőség mellett az is fontos, hogy a betegnek szánt étel kultúrája legyen tálalva. Ez a szempont is teljesül, de ami talán még ettől is lényegesebb, a jelenlegi beteg étkeztetése a betegeknek és a hozzá tartozóiknak is iránymutatást ad, hogy az otthoni lábadozási időszakban milyen, jó esetben már bevált ételeket készítsenek. Dr. Móca György a változással összefüggésben annak a reményének adott hangot, hogy a Bajáról szállított étel minősége tartósan megfelel majd az elvárásoknak, ezzel is javul a Kalocsán gyógyuló betegek komfortérzete. Az október az idősekről szól, őket ünnepeljük. Éppen ezért a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola zenetanárai látogatták meg a Bemapó utcai szociális otthon lakóit, s hangszereiken szórakoztatták őket világhírű zeneszerzők szebbnél szebb dallamaival. Gyönyörű fuvalaszóval kezdték meg kedden délelőtt a Bemapó utcai szociális otthon lakói számára rendezett eseményt, melynek apropója az október, amit évek óta az idősek hónapjaként is említünk. Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává, ám az évek elteltével egy egész hónapot szentelünk nekik. Október hónapban országszerte sokfelé rendezvényekkel, előadásokkal készülnek és tisztelegnek szépkorú embertársainknak. Napjainkban körülbelül 600 millió 60 év feletti személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet. Éppen ezért a gyorsan öregedő világban az idősek sokat segíthetnek tapasztalataik átadásával. A Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola zenetanárai ezokból látogattak el Kalocsa Bemapó utcai idősek otthonába, és örvendeztették meg őket néhány gyönyörű dallammal.
Rengeteget köszönhetünk szépkorú társainknak, nagyszüleinknek. Épp ezért minden szeretetünk és tiszteletünk kijár nekik, Kosztolányi szavaival élve, bizony hajoljatok meg az öregebbek előtt, akár utcaseprők, akár miniszterek. Ismét egészségnapot szerveztek az Eperföldi iskolában. Míg kedden délelőtt szűrővizsgálatokon lehetett részt venni, délután béradásra várták az önkénteseket. Ha csak egy embernek sikerül változtatni az állapotán egy-egy ilyen vizsgálattal, megérte. Erre is volt példa. Egyik szűrés volt a csontritkulás szűrés, amire akkor felhívást kapott az egyik megvizsgált kollega, és onnantól kezdett el étrendkiegészítőként szedni javasolt terméket, és a mostani kontroll, egyéves kontrollvizsgálaton már nagyon-nagyon pozitív eredménnyel számolt be. Minden osztályban szó esett a véradás fontosságáról. Egy-egy csoport még azt is megnézhette, hogyan folyik ez a művelet. Talán ez a közvetlenség majd azt eredményezi, hogy felnőve ők is a karjukat nyújtják. Nagyon sok külsős is jön, szülő is jön, de örömmel mondhatom, hogy a kollégák is bátran befekszenek és önkéntesen adják a vért. Elég nagy propagandát is csináltunk nekik, hiszen tudjuk azt, hogy életeket mentünk ezzel, és nagyon nagy hiány van országszerte. De én úgy gondolom, hogy ez a szám, ez az önkéntes szám, ez évről évre növekszik. Van, aki családtagja hatására, más egy betegség után válik véradóvá. Most talán kicsit az is vitte a szülőket, családtagokat, hogy versenyt hirdetett a Vörös Kereszt. Most egy picit olyan lendületet is adtunk a dolognak, hogy a gyerekeket is motiváljuk, meg a húzóerőt, hívóerőt, hogy hát igazából abból az osztályból, ahonnan legtöbb családtag, rokon érkezik, tortát fog nyerni, úgyhogy bízunk benne, hogy ez is egy picit segít a megjelenők számát növelni. De én azt gondolom, hogy aki eljön vért adni, az nem ezért teszi, hanem azért, mert tudja, hogy mennyit segíthet ezzel. Egy-egy ilyen kihelyezett véradás, amikor egy közösség, egy munkahely kéri a lehetőséget, magában hordozza, hogy új véradókat is sikerült toborozni. Kifejezetten nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél több új véradót tudjunk bevonni, olyanokat elérni, akik esetleg maguktól még ezt nem merték meglépni, de így családtagként vagy munkatársként bátrabban jönnek el, hiszen itt egymást is tudják segíteni, bíztatni. A véradásra hirdetett versenyt a legkisebbek, az első A osztály nyerte, ők kapták a Vörös Kereszt tortáját. A kézi és a gépi hímzést, illetve a pingálást mutatták meg Szófiában a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület tagjai. A hétvégén szinte egymásnak adták a helyet a látogatók a kis faháznál, olyan kaposak voltak a kalocsai asszonyok. Magyar Ízek utcája. Ez volt az a program, ahová meghívást kaptak a kalocsai asszonyok, hogy ne csak a gasztronómia kerüljön terítékre, hanem valami más is. Kézterítőket, illetve porcelánokat is vittünk, és kaptunk mi is ott egy 4x2 méteres faházat, amit hát szépen kidíszítettünk, és hát megmutattuk, hogy hogy is néz ki színezésében, színeiben, motivumkincsében a kalocsai népművészet, illetve pingálást, kézi és gépi hímzést pedig hát ott megmutattuk a nézelődőknek. A pingálás is nagyon tetszett, de a legnagyobb sikert a riselénezés aratta. Hárman, háromféle viseletben voltak. Maga a színpompás, gazdagon díszített női ruházat is oda vonzotta az embereket. Hárman mentünk, László névi, én, Anna, Tóth Istvánné és én, és hát természetesen megbeszéltük, hogy mind a hárman háromféle viseletben leszünk, ha már ilyen nem csak színes, hanem változatos is a kalocsai népviselet, akkor természetesen legalább háromféle viseletet vigyünk. Szerencsére arra is jutott idejük, hogy a bemutatók után felkerekedve kicsit barangoljanak esténként Szófiában. De már készülnek a következő programra. Az ATV-nek a hazahúzó műsora. A hazahúzóban fogunk megint csak mindenféle bemutatót a kalocsai népművészetről. Viseletünket is ott is kérnek pingálást, kézi hímzést, gépi hímzést, de párhuzamosan sütjük a paprikás kácsit, és táncbemutató is lesz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Adásainkat addig is nyomon követhetik a www.kalocsatv.hu weboldalon. További szép estét, kellemes televíziózást, viszontlátásra!